Németország rekordértékű fegyverexportot engedélyezett idén, elsősorban az Ukrajnának szánt szállításoknak köszönhetően. A szerdán ismertetett hivatalos adatok szerint Németország több mint 11 milliárd euró értékben hagyott jóvá fegyverértékesítést, meghaladva az előző 2021-ben beállított 9,35 milliárd eurós rekordot. A gazdasági minisztérium parlamenti kérdésre nyilvánosságra hozott adatai szerint tavalyhoz képest idén 40 százalék volt a növekedés. Az idei fegyverexport több mint egy harmada, több mint 4 milliárd eurónyi irányult Ukrajnába. Tavaly ez az összeg több mint 2 milliárd eurót tett ki. A jövő évi német költségvetés 8 milliárd eurót irányoz elő fegyverszállításra Ukrajnának.